a Miss World Hungary 2008-as győztese. Fejre Szilvia! De még ő, Magyarország legszebb lánya sem teljesen elégedett magával. Talán elsőre kevesen veszik észre, de mosolya mégis egy apró korrekcióra szorul. Engem annyira nem zavart ez a szépséghiba, de úgy gondoltam, hogy a világversenyre hasznos dolog kiegyenesíteni a fogsoromat. Fogai egy kicsit szabálytalanok, de egy szakorvosi rendelőben olyan megoldást találtak ki, amely helyreállítja a szépséghibát, mégis láthatatlan. Elsősorban az első néhány foga az, ami egy pici helyzeti rendellenességgel bír, és ez igazából a képeken látszik jobban. A kezelésünkkel az első fogait fogjuk abban a pozícióban beállítani, ami az ő mosolyát valóban harmonikussá teszi. A láthatatlan fogszabályzó lényege, hogy apró szerkezeteket ragasztanak a fogak belső felére. Majd ezeket egy speciális dróttal összekötve a fogakat fokozatosan húzzák a helyükre. Kicsit pihensz egy percet. Összekancsolj még vizet. Szeretnél vagy mehet? Mehet? Egy hagyományos fogszabályzás akár 2 évig is eltarthat. De Szilvinek a közelgő világverseny miatt nincs erre ideje. Ez a módszer alig több mint 2 hónap alatt rendbe rakja mosolyát. A kívülről láthatatlan szerkezeten az orvosok 3 hetente állítanak, hogy minél gyorsabban kerüljenek a fogak a kívánt helyre. Különféle anyagokat fogok rákenni a fog felszínére. A legutolsó fázis, amikor a ragasztót kenem fel, és azzal ragasztom fel magát a szerkezetet, ami majd a fogmozgatást érzi. Szilvi nagyon derekasan tűrte a kiképzést, bár ritka az olyan vendég, aki az egész folyamatot nyugodtan viseli. Ő végig csendben maradt. Leginkább azt éreztem, hogy nagyon száraz a szám, fájdalmat nem éreztem. Meg volt egy furcsa íze az anyagoknak, de egyébként ennyi. És íme a végeredmény. Még Szilvi is hitetlenkedik, mikor a tükörbe néz. A fogszabályzó valóban láthatatlan. Fogai mégis éjjel-nappal mozognak az elkövetkezendő hónapok alatt. Csak egy speciális kamerával tudjuk leellenőrizni a végeredményt, hiszen mosolyán semmi sem látszik. Más lett egy kicsit a szájberendezésem, miután megemeltük a harapásomat, most nem tudom teljesen összezárni a fogaimat, ez pár nap lesz, amíg megszokom. És hát a kiejtésem is más, szerintem ez hallható. Igazából Szilvit eddig nem zavart a szabálytalan fogsora, de meglátva a világversenyen induló nemzetek legszebb hölgyeit, bizony be kellett látnia, hogy a lányok 99%-ának tökéletesre csiszolt a nevetése. Így most már ő sem marad le a többiektől, sőt, reméljük hamarosan kiemelkedik közülük.